és én azt gondolom például, hogy tegnap nem igazán ment velük a tömeg. Nem. Ezért is mondtam, hogy tulajdonképpen ketté vált ez a társaság, akik oda mentek a televízió elé, és arra a kérdésére, hogy tulajdonképpen ezek milyen emberek lehetnek, ezek indulatilag sokkal inkább gerjedő típusok. Tehát agresszívebbek, keményebbek. De gerjedni lehet úgy is, hogy jogos, az igazságérzetemet megsértették, és valószínűleg akkor ugyanakkor át tudok ütni. De nem mindegy az, hogy utána betörök egy televízióból, szétverem a büfét, megeszem a csokoládét, fölkenem a falra, teljesen ok nélkül török zúzok, mert azért ezt láttuk. Igen. Bocsánatot kérek, de az ilyen közösségi megmozdulásoknak az előzményei alapján vannak azok az emberek, akik az elégedetlenség kifejezése véget csoportokba verődve, alkalmilag vagy tartós, folyamatos rendben megjelennek valahol tiltakozásképpen. Ezek mellé csatlakozhatnak olyan emberek, akik adott alkalommal, amikor a közösségi feszültségszint az öngerjesztődéssel együtt, de mégis motiváltan, szervezetten, hiszen a tömegnek úgynevezetten itt az elmúlt napokban volt egy irányultsága, volt egy célja, volt egy megjelenítő képessége, nem volt benne olyan agresszivitás, nem volt benne olyan indulatképződés, amelyik az agressziónak azt a formáját hozta volna, ami atrocitást jelent. Ez az atrocitás mindig akkor alakulhat ki, hogyha valamilyen motivált tömeg megmozdulásban valamiképpen az emberi kifejezés formákhoz hozzá csatlakozik valami provokáló inger. És olyankor a beszűkült tudatban nem azok, akik ott kollektíve már előtte tüntettek, részt vettek, igazukat keresték, csalódottságukat fejezték ki, és így tovább, hanem az aktuális lélektani hatása például az este bekövetkezte, az emberek már kevésbé érzik azt, hogy kontroll alatt állnak, az embereknek a sajátos éjszakába áthajló anyagcserétől kezdve millió és millió lélektani hatás és testi hatás is együtt van, de akkor megjelenhetnek azok a kemény magnak nevezett személyek, akik viszont a beszűkült tudat mellett a személyiségük agresszióját élik ki. Egyik lehetőség ez, a másik, hogy a nem jól kezelt tömegmegmozdulás, nem jól kezelt kollektív magatartás formánál, ahogy ez bekövetkezett a televízió előtt is, nyilvánvaló kirobbanhatnak ezek a hirtelen támadó agresszív kitörések. Ha akkor azt a pár embert, attól a pár embertől elfogadja a televízió vezetése, vagy az ott megjelenő képviselője az állami hatalmi rendszernek, és átveszi a petíciót, és a petíciót beviszi, és az emberekhez jó, két-három jó mondatot mond, tehát nem volt a kollektív, feszült, hangulatú tömeg számára, és az ott kifejezésre kerülő petíció átnyújtóknak a megfelelő ember számba vett kezelése. Ez egy nagyon fontos dolog. Különben is ezeknek a hirtelen, robbanásszerűen megjelenő reakcióknak majdnem mindig ott van a hátterében az, hogy a valakihez, valamihez valóva tartozás nem valósul meg. A valakihez, valamihez valóva tartozás megkívánná az, hogy ember számba vegyék, és olyan embernek, akinek a követelése, vagy a próbálkozása, a megoldáshoz való közelítésében van valamiféle támasz és bizalom velük szemben. A jóindulatú, de motivált tömeg, hogy éli meg ezt ilyenkor? Egyáltalán ő is beleesik ebbe a hangulatba, és megy a provokátorokkal, vagy pedig esetleg érzi azt, hogy itt kéne tenni valamit, de hogyha nem tesz, pedig számbeli fölényben van, akkor számon kérhető-e rajta? Igen, én csak egy pillanatra a professzor úrnak a dolgaihoz azt tenném hozzá, hogy ez tökéletesen így igaz, az egyik oldalról. A másik oldalról viszont a személyiség, ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk. Jó, hogy a feszültség szabályozás, ezt mindig mondom, a feszültség szabályozás, ha labilissá válik, hogyha egyszerűen a tudat beszűkül, vagy módosul a tudat egy ilyenfajta helyzetben, hogy és most neki megyek, most megmutatom, most akkor veszem a dorongot, és akkor csinálok valami ribilliót. Igenis, a tömegben csapódnak olyanok is az agresszívebb emberekhez, akik tényleg ribilliót tudnak kelteni, sajnálatos módon, ilyenek is vannak. Vannak, akik azokat az agresszív embereket, akik azért nem lennének olyan kritikátlanok, mint amilyenek lesznek, provokálják a többieket,
és ennek következtében ténylegesen a kollektív fellépéssel iszonyatos magatartásmódok tudnak kialakulni. Avval is csatlakozom a professzor úrhoz, igenis, a televízió, a Király Televíziónak mondott televízió, ott kell lenni, be kell menni, lehetőséget adni. Egy, kettő, a kérdésére válaszolva. Valójában itt ebben az esetben úgy láttam, de általában is az emberek minőségétől, tehát nem csak a formális, hanem az informális dolgoktól is, nagyon függ, hogy mennyire szuggesztibilis, mennyire veszi át ezeknek az embereknek a lelki folyamatait, a lelki állapotát, ő is botot keres a saját kezében, és akkor elkezd üvöltözni a hangjával, a stílusával. Itt nem ez volt. Itt egy nagyon fegyelmezett tömegháttér volt az információim alapján, én is így láttam, és itt azért ketté vált egy minimális 5-10 embere. Elég sokan hívtak fel ma a rendelésemet, 9:30 kezdtem, előtte 9 ügyvédek, azért nagyon sokan, akik szadeszesnek mondták magukat a régi időkből, és azt mondták, hogy itt 9-10 embernek az agresszív magatartás formája többié csodálatos volt, és az ő gyerekeik is kim voltak a tüntetésen. Tehát itt azért valami másról van szó, bizonyos mértékig rendhagyó dologról, nem egy olyan fradi mérkőzés, hogy akkor mindenki mindenkit ver. Professzor úr, egy perc és 20 másodpercünk van, és azt kérték tőlem, hogy nagyon tartsuk, de azért meg kell kérdeznem, ugye itt most azért mi választások előtt vagyunk, tömegrendezvény előtt vagyunk, mennyire lehet ezt kezelni, illetve mennyire függ ez attól, hogy van-e olyan személy, aki kezében tudja tartani ezt a tömeget? Azt hiszem, hogy itt nem egy szeméről van szó, ez egy spontán mozgások, az emberi elégedetlenséget, az emberi magatartást mélyen sértő, az emberek öntudatát, önbecsülését mélyen sértő dolgok halmazáról van itt szó. Ezt nem egy személynek kell kezelni, hanem az embereknek a saját belső önkontrollját figyelembe véve kell megadni a támaszt és a segítséget adott alkalommal. Ez a legjobb megelőzés. Egy, kettő. Az embereknek az a követelés szintje, amelyik jogos követelés. Jogos követelésükhöz a támaszt és a bizalmat nem kapják meg. Ez a társadalom, ez a világ, ez a posztmodern világ különben is erről szól, de ebben a helyzetben Magyarországon jelenleg a társadalom feszültsége azért nőttön nő, mert hirtelen halmozódó problémákból, hirtelen úgynevezett elutasítással találkoznak. Tehát a függőség, a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság nem kapja meg az emberi méltóság szintjén a szükséges emberi humánus közeledést, az állami apparátus, az állami intézményesség nem kezeli ezt a folyamatot úgy, mint jogos követeléseket és mint jogos igazságtalanságok megoldását kérő emberi magatartást. Ez egy alapvető kérdés. Megítélésem szerint ennek a választási közeledő választási helyzetnek jelenleg a legfeszültebb megnyilvánulásait is kezelni lehet emberséggel, közelítő értelmezéssel, tájékoztatással. Tehát, hogyha én jól értem, akkor az emberek ne féljenek kimenni, kifejteni a sérelmeiket és az akaratukat, de vigyázzanak magukra és egymásra. Ez természetes. Köszönöm stílus szépen. Maga az ember. Köszönöm szépen. Kérem szépen. Hazug embert könnyebb utolérni, mint a sántakutyát. Azt nem lehetett tudni, hogy mikor, de azt tudtuk, hogy egyszer bekövetkezik. Nincs ugyanis akkora pohár, ami ne tudna túlcsordulni. Együtt érzünk azokkal, akiket felháborít a szervezett és cinikus politikai hazugság. Együtt érzünk azokkal, akik végső elkeseredettségükben, alkotmányos jogukkal élve nyilvánosan és békésen tiltakoznak a hazugság és személyes, valamint családjuk életének ellehetetlenítése ellen. Együtt érzünk a tegnapi események sérültjeivel, akár rendőrök, akár tüntetők. Elutasítjuk és elítéljük az erőszakot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a kormányon mára már túlléptek az események. A magyar kormány megpecsételte a saját sorsát. Új helyzet állt elő. Október 1-én sokkal több és fontosabb dolog történik Magyarországon, mint egy szokásos önkormányzati választás. Az október 1-i választás több lesz, mint egy önkormányzati választás, valójában népszavazás, ahol választhatunk. Fontos értékek között választhatunk. Döntenünk kell, választanunk kell a hazugság és az őszinteség politikája, a megszorítások és egy új alternatíva,
a szélhámosság és a felelősség között. Ma azt tapasztaljuk, hogy a lelepleződés után is folytatódik az őszintétlenség Magyarországon. Ezért ki kell mondanunk, hogy egy beteges hazudozó sohasem tudja átlépni a saját árnyékát. A nyilvánosságra került kazetta felvétel legsúlyosabb része nem is a hazugság tényének beismerése, nem is a hazugság tényének lelepleződése, hiszen eddig is többször megfogalmaztuk, hogy a kormány nem mond igazat. A lelepleződött dokumentum legsúlyosabb része, az igazi probléma az, hogy a kormány nyíltan beismeri, hogy 4 évig nem csinált semmit, és most a rossz kormányzás árát, a saját rossz kormányzásának árát akarja velünk megfizettetni. Vagyis a tervezett megszorító csomagot nem a jövő, hanem a múlt miatt akarja ránk erőltetni. Miatta, az elhibázott rossz politikája miatt akar tőlünk tandíjat, vizitdíjat, vagy éppen adóemelést. Az elmúlt napokban világossá vált, hogy az emberek nem hajlandóak egy beteges, hazudozó, dilettáns csomagját elfogadni. A történtek után semmi esély sincs arra, hogy ez a kormány ezt a megszorító csomagot elfogadtassa. Nem lehet elfogadtatni Magyarországon egy megszorító csomagot ennek a kormánynak, amely szőnyeg alá söpri a felelősség kérdését, amely nem törekszik az érintettekkel való megegyezésre. Valójában nem megszorító csomagra, hanem a válság kezelését megoldó szakértői tervre van szükségünk. A helyzet világos a Fidesz Magyar Polgári Szövetség számára. Október 1-je után, ha az emberek elutasítják a hazugságot és a csomagot, a szocialista pártnak menesztenie kell a miniszterelnököt. De már ennél is többről van szó, már önmagában ez sem elég. A menesztett miniszterelnöknek magával kell vinnie a csomagját is. Fidesz Magyar Polgári Szövetség álláspontja szerint ezek után Magyarországnak nem pártkormányra, hanem egy korlátozott mandátumú szakértői kormányra van szüksége. Hogy ez a kívánatos fejlemény bekövetkezzen, ennek egy előfeltétele van. Hogy most Magyarország polgárainak nem a kormánnyal, hanem az október 1-i választással kellene foglalkozniuk. Arra kérünk tehát mindenkit, hogy álljanak ki az október 1-i választásokért, azok tisztaságáért és méltóságáért, tegyék ezt békésen és határozottan. A felháborodás a történtek miatt jogos, de nem az autók, nem a rendőrök, nem a tűzoltók és nem a televízió épülete tehet a Gyurcsány csomagról. Nekünk a csomag és a hazugság ellen kell küzdeni, és nem egymás ellen. Ezért minden jó szándékú embernek összefogást ajánlunk. Ne hagyjuk, hogy provokáljanak bennünket. Ne hagyjuk, hogy provokátorok tönkretegyék a nyugalmunkat, és elvegyék tőlünk a tiszta választás esélyét. Nem kérünk sem a Gyurcsány csomagból, sem a provokációkból, sem az erőszakból. Meggyőződésünk, hogy van más alkotmányos és demokratikus megoldás. Úgy hívják október 1-i választás. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Híreinket látják, köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Az MSZP köztársaságtéri székháza felé haladt 200-300 tüntető, akik a Szabadságtér felől indultak. Helyszíni tudósítónk szerint menet közben megbénították a nagykörút forgalmát. A rendőrség most jóval felkészültebbnek tűnik, mint tegnap az NTV székházánál. A táviratiroda jelentése szerint a vezető kormánypárt székházát lovas rendőrök és pajzsal felszerelt rendőrök védik. Kollégám Krakó Ákos a köztársaságtéren van. Szervusz Ákos, hányan vannak a tüntetők, és van-e olyan köztük, aki tegnap is ott volt az MTV székházánál? Körülbelül 500 tüntető gyűlt itt össze, ugye ezt említettétek, hogy 200-300-an jöttek, időközben ez a létszám, ez 500-ra dúzzadt, 500-an vannak itt a köztársaság téren. Jó estét kívánok, köszöntöm a Hír TV nézőit, szervusztok! Azt említettétek, hogy sokkal felkészültebbek a rendőrök, mint tegnap a Szabadság téren. Nos, 5 perccel ezelőtt körülbelül az 1 tucat lovas rendőrön, és körülbelül 3-4 tucatnyi pajzsos rendőrön kívül abszolút nem voltak itt rendőrök a köztársaság téren, ezekben a pillanatokban is érkeznek ide a rohamrendőrök pajzsal és sisakokkal és gumibotokkal. Ahogy már említettem, 500-an vannak körülbelül itt, és megálltak a Szocialista Párt székháza előtt, itt skandálnak mondatokat, olyan mondatokat egyébként, ami tegnap is többször elhangzott. Az, hogy most ezek között, a tüntetők között van-e olyan, aki tegnap is ott volt, ezt egyelőre még nem tudom megmondani. Sokan közülük csuklyában vagy sállal eltakart arccal érkeztek már ide a köztársaság térre is. Van arról információt, hogy mit terveznek ott a téren? Egyelőre semmi, egyelőre csendes a tömeg, és viszonylag higgadtak. Azt még elfelejtettem mondani, hogy a lovas rendőrök mellett ezúttal kutyás rendőrök is vannak itt a köztársaság téren. Azt, hogy mit terveznek, arról valószínűleg majd csak később tudok beszámolni, de természetesen, amint bármi is történik itt a köztársaság téren, azt egyből tudatjuk a Hír TV nézőivel. Krakó Ákos, egyelőre köszönjük. 21 ország budapesti nagykövetségének, a köztársasági elnöknek és az országgyűlés elnökének juttatják el a Kossuth téri tüntetők petíciójukat, nyilatkozta az MTI-nek Nagy László, a dokumentum egyik szerzője. A tüntetők változatlanul lemondásra szólították fel a miniszterelnököt, az állampolgárokat pedig arra kérik, bénítsák meg a koalíciós kormányzat további működését. Előzőleg a rendszerváltozás éveiből már ismert nemzeti kerekasztal létrehozását kezdeményezték a tüntetők, akik a távirati iroda becslése szerint 10 000-en lehettek. A kerekasztalnak az elképzelő szerint csak olyan szervezet lehetne a tagja, amely elfogadja a népfelség elvét. Délelőtt a tüntetők egy csoportja bejelentette a rendőrségen a demonstrációt, miután olyan pletyka terjedt el, hogy a rendőrök a tegnapi ostrom után szét fogják verni a nem engedélyezett tiltakozást. Egyben megalakították a tüntetéseket szervező Magyar Nemzeti Bizottság 2006-ot. A 13 tagú testület politikai képviselői között van a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnöke Torockai László és Molnár Tamás, a Jobbik alelnöke. A világ jelentősebb hírtelevíziói, a Magyar Televízió tegnapi ostroma után saját stábot küldtek Budapestre. A Magyar Rádió épülete előtt van Borbély Tamás kollégám. Szervusz Tamás, vannak-e ott tüntetők, és illetve ha vannak, akkor hány rendőr biztosítja most a helyszínt? Szervusz Sándor, köszöntöm a nézőket. A Bródy Sándor és a Puskin utca, valamint a Bródy Sándor és a Szent Király utca sarkán áll a rendőrkordon. A rádió épületét három oldalról védik, ugyanis a Múzeum utcai bejáratnál is felvonult a rendőrség. A Bródy Sándor utca közepén a Múzeum körút irányába áll a rendőrségi vízágyú. A nagy készültség ellenére kis csoportokban érkeztek az emberek, akik azonban szinte azonnal tovább is haladtak feltehetően a köztársaság tér felé. Most is egy kis csoport néz éppen farkas szemet a teljes menetfelszerelésbe öltözött és folyamatosan kamerázó rendőrökkel. Sikerült egyébként ott valakivel beszélni, hogy mit terveznek? Igazából tervezték a petíció leadását, de aztán erről később már nem esett szó, mint említettem az imént, megjelentek az emberek, körülnéztek, és szinte ugyanazzal a lendülettel mentek is tovább. Egyelőre köszönjük szépen Borbély Tamás a tudósítást.
Nem csak a fővárosban, a vidéki nagyobb városokban is folytatódtak a kormányellenes tüntetések. Egerben 1000 embert gyűlt össze Gyurcsány Ferenc lemondását követelve. A tüntetők a többi között Gyurcsány menj Szlovákiába Kókával, le Gyurcsánnyal, magyarok fogjunk össze feliratú transzparenseket lobogtatva a városháza elé vonultak. Ezren tüntettek Miskolcon a Szent István szobornál Gyurcsány Ferenc és kormánya ellen. A szervezők a békés tüntetés fontosságát hangsúlyozták. Szerintük a randalírozással csak az MSZP malmára hajtják a vizet. Zala megyében is több helyen tüntetnek, így Keszthelyen és Zalaegerszegen is. A megyeszékhelyen több mint 2000 ember gyűlt össze. A Somogy megyei Siófokon is csatlakoztak az országos tiltakozó akciókhoz. A tüntetők sajtószabadságot, független és valódi közszolgálati televíziót és rádiót követeltek, és őszinte tájékoztatást az ország gazdasági helyzetéről. A tüntetést addig folytatják, amíg a kormány nem mond le, és ha kell, csatlakoznak a budapesti demonstrálókhoz. Székesfehérváron 800-an tartottak békés demonstrációt. Pécsett is több százan vonultak utcára a város főterén. A transzparensek között feltűnt egy, amelyre az MTV székháznál történt eseményekkel összefüggésben azt írták, elhatárolódunk a rendbontóktól, de nem hagyjuk abba a tiltakozást, míg a kormány le nem mond. Új választást, demokráciát és a kormány lemondását követelte mintegy 3000 tüntető Szegeden ma este a szegedi városháza előtt. A sípokkal, kürtökkel felszerelkezett demonstrálók, elég volt a hazugságból, vesszen a kormány, Gyurcsány takarodj, szabad médiát, munkát, kenyeret, hazugoknak kötelet, jelszavakat kiabáltak. A szervezők azt mondták, szeptember 23-áig minden este tüntetnek Szegeden. Ma este ismét végigjárta a televíziókat a miniszterelnök. Először az RTL klubnak nyilatkozott, majd a közszolgálati televíziónak. Gyurcsány Ferenc végül a CNN hírtelevízió kérdéseire is válaszolt. A köztévében arra a kérdésre, hogy nem gondolta a lemondásra az előző napokban történtek miatt, azt mondta, de igen, de az a helyes döntés, hogy maradni kell. A műsorvezető számon kérte a miniszterelnökön, hogy miért nem védték meg a magyar televízió épületét. A kormányfő azt válaszolta, amikor a rendőri vezetőkkel beszélt, elhatározták, hogy meg kell védeni, de nem szabad fegyvert használni. Gyurcsány Ferenc ma többször bírálta a rendőrséget, amiért nem készült fel arra, hogy egy békésen induló tüntetés erőszakba csaphat át. Október 1-én nem csak önkormányzati választás, hanem népszavazás is lesz, mondta Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint, ha a választók elutasítják a kormány politikáját, az MSZP-nek nincs más választása, mint meneszteni miniszterelnökét, akinek pedig magával kell vinni a csomagját, jelentette ki a pártelnök. A Fidesz támogatja a békés tüntetőket és mindazokat, akiknek egzisztenciáját a megszorító csomag veszélyezteti, de az erőszakot elítéli, mondta Orbán Viktor. A tájékoztatón bejelentették azt is, a Fidesz megtartja szombati nagygyűlését. A helyzet világos a Fidesz Magyar Polgári Szövetség számára. Október 1-je után, ha az emberek elutasítják a hazugságot és a csomagot, a szocialista pártnak menesztenie kell a miniszterelnököt. De már ennél is többről van szó, már önmagában ez sem elég. A menesztett miniszterelnöknek magával kell vinnie a csomagját is. Fidesz Magyar Polgári Szövetség álláspontja szerint ezek után Magyarországnak nem pártkormányra, hanem egy korlátozott mandátumú szakértői kormányra van szüksége. Hogy ez a kívánatos fejlemény bekövetkezzen, ennek egy előfeltétele van. Hogy most Magyarország polgárainak nem a kormánnyal, hanem az október 1-i választással kellene foglalkozniuk. Kedves nézőink, friss hírekkel hamarosan várjuk Önöket a Dísó viszontlátásra. Mára virradó éjjel egy a békés tüntetésből kivált csoport megostromolta a Magyar Televízió épületét. Behatolt oda, súlyos személyi és vagyoni károkat okozott. Köztörvényes bűncselekményekről van szó, amelyeket semmi nem igazolhat, amelyek ellen a legszigorúbban fel kell lépni, és amelyektől az államnak teljes erejével meg kell védeni a polgárait és a saját intézményeit is. Ugyanakkor súlyos figyelmeztetés, hogy a rendvédelmi szervek alacsony létszámuk és hiányos felszerelésük miatt nem voltak képesek a szükséges biztonsági garanciát nyújtani. Erre pedig készen kell állniuk. Élesen meg kell vonni azt a határt,
ami a szabad véleménynyilvánításhoz, a gyülekezés szabadságához, és így a politikai tüntetésekhez való alapvető emberi jog, másrészt a bűncselekmény között húzódik. Akik ezt a határt átlépik, a többiek szabadságát és jogait is tagadják és veszélyeztetik. Napok óta békés tüntetések zajlanak szerte az országban. Természetesen a történtek nem érintik azt a jogot, hogy bárki törvényes keretek között gyűlésen és tüntetésen kifejezze politikai véleményét. Az események után azonban a pártoknak mérlegelnie kell, hogy tömegrendezvényeiken a saját rendezőik és a rendőrség képesek-e biztosítani, hogy nem lépik át a határt. Másrészt figyelmeztetek arra, hogy az erőszakot tétlenül vagy egyetértéssel szemlélő tüntetők maguk is felelősséget viselnek. A politikai erők számára legyen tanulság, hogy elfogadhatatlan a cinikus kitérés alapvető morális kérdések elől, és ugyanilyen elfogadhatatlan az alkotmányos határokat áttörő cselekmények, akár bulkott igazolása is. Végül felháborodással tiltakozom az ellen, hogy a Magyar Televízió épülete előtt történt erőszakos bűncselekményeket az 1956-os forradalommal párhuzamba állítsák. Köszönöm. Hazug embert könnyebb utolérni, mint a sántakutyát. Azt nem lehetett tudni, hogy mikor, de azt tudtuk, hogy egyszer bekövetkezik. Nincs ugyanis akkora pohár, ami ne tudna túlcsordulni. Együtt érzünk azokkal, akiket felháborít a szervezett és cinikus politikai hazugság. Együtt érzünk azokkal, akik végső elkeseredettségükben, alkotmányos jogukkal élve nyilvánosan és békésen tiltakoznak a hazugság és személyes, valamint családjuk életének ellehetetlenítése ellen. Együtt érzünk a tegnapi események sérültjeivel, akár rendőrök, akár tüntetők. Elutasítjuk és elítéljük az erőszakot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a kormányon mára már túlléptek az események. A magyar kormány megpecsételte a saját sorsát. Új helyzet állt elő. Október 1-én sokkal több és fontosabb dolog történik Magyarországon, mint egy szokásos önkormányzati választás. Az október 1-i választás több lesz, mint egy önkormányzati választás, valójában népszavazás, ahol választhatunk. Fontos értékek között választhatunk. Döntenünk kell, választanunk kell a hazugság és az őszinteség politikája, a megszorítások és egy új alternatíva, a szélhámosság és a felelősség között. Ma azt tapasztaljuk, hogy a lelepleződés után is folytatódik az őszintétlenség Magyarországon. Ezért ki kell mondanunk, hogy egy beteges hazudozó sohasem tudja átlépni a saját árnyékát. A nyilvánosságra került kazetta felvétel legsúlyosabb része nem is a hazugság tényének beismerése, nem is a hazugság tényének lelepleződése, hiszen eddig is többször megfogalmaztuk, hogy a kormány nem mond igazat. A lelepleződött dokumentum legsúlyosabb része, az igazi probléma az, hogy a kormány nyíltan beismeri, hogy 4 évig nem csinált semmit, és most a rossz kormányzás árát, a saját rossz kormányzásának árát akarja velünk megfizettetni. Vagyis a tervezett megszorító csomagot nem a jövő, hanem a múlt miatt akarja ránk erőltetni. Miatta, az elhibázott rossz politikája miatt akar tőlünk tandíjat, vizitdíjat, vagy éppen adóemelést. Az elmúlt napokban világossá vált, hogy az emberek nem hajlandóak egy beteges, hazudozó, dilettáns csomagját elfogadni. A történtek után semmi esély sincs arra, hogy ez a kormány ezt a megszorító csomagot elfogadtassa. Nem lehet elfogadtatni Magyarországon egy megszorító csomagot ennek a kormánynak, amely szőnyeg alá söpri a felelősség kérdését, amely nem törekszik az érintettekkel való megegyezésre.
valójában nem megszorító csomagra, hanem a válság kezelését megoldó szakértői tervre van szükségünk. A helyzet világos a Fidesz Magyar Polgári Szövetség számára. Október 1-je után, ha az emberek elutasítják a hazugságot és a csomagot, a szocialista pártnak menesztenie kell a miniszterelnököt. De már ennél is többről van szó, már önmagában ez sem elég. A menesztett miniszterelnöknek magával kell vinnie a csomagját is. Fidesz Magyar Polgári Szövetség álláspontja szerint ezek után Magyarországnak nem pártkormányra, hanem egy korlátozott mandátumú szakértői kormányra van szüksége. Hogy ez a kívánatos fejlemény bekövetkezzen, ennek egyelő föltétele van. Hogy most Magyarország polgárainak nem a kormánnyal, hanem az október 1-i választással kellene foglalkozniuk. Arra kérünk tehát mindenkit, hogy álljanak ki az október 1-i választásokért, azok tisztaságáért és méltóságáért, tegyék ezt békésen és határozottan. A felháborodás a történtek miatt jogos, de nem az autók, nem a rendőrök, nem a tűzoltók és nem a televízió épülete tehet a Gyurcsány csomagról. Nekünk a csomag és a hazugság ellen kell küzdeni, és nem egymás ellen. Ezért minden jó szándékú embernek összefogást ajánlunk. Ne hagyjuk, hogy provokáljanak bennünket. Ne hagyjuk, hogy provokátorok tönkretegyék a nyugalmunkat, és elvegyék tőlünk a tiszta választás esélyét. Nem kérünk sem a Gyurcsány csomagból, sem a provokációkból, sem az erőszakból. Meggyőződésünk, hogy van más alkotmányos és demokratikus megoldás. Úgy hívják október 1-i választás. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, rendkívüli híreinket látják. Az MSZP köztársasági téri székház előtt folytatódik a tegnap esti tüntetés. Egyes becslések szerint 2-300 fős, mások szerint fél ezres tömeg a Kossuth térről vonult oda végül a Nagykörúton, időnként átgázolva az autókon, megbénítva nem csak az autó, de a villamos forgalmat is. A rendőrség jóval felkészültebbnek tűnik, mint tegnap az MTV székházánál. A távirati iroda jelentése szerint a nagyobbik kormánypárt székházát lovas rendőrök és pajzsal felszerelt rendőrök védik. Kollégám Krakko Ákos ott van a helyszínen. Szervusz Ákos, miről tudsz most beszámolni? Mi történik a helyszínen? A rendőrség hangos beszélőkkel a törvény nevében felszólította a tüntetőket, hogy azonnal hagyják el a köztársaság teret, majd a rohamrendőröknek a bevetést irányító parancsnok indult, vezényelt, és a rendőrök megindultak. Megpróbáljuk megmutatni a kollégámmal, itt jönnek szembe velünk a rohamrendőrök, a lovasrendőröket már kivonták innen a térről. Egy-két, azt hallottam, hogy egy-két autónak törték be a szélvédőjét, és a rendőrök elindultak. A rendőrök elindultak és folyamatosan jönnek, szorítják kifelé a térről a demonstrálókat. Amúgy ismét fiatalok a rendbontók, nem készültek fel erre a rendőrök ezek szerint? A rendőrök felkészültek és most sokkal szervezettebben álltak fel, vagy legalábbis az elmúlt 10 percben már kialakítottak egy olyan védvonalat, ami képes arra, hogy kiszorítsa a tüntetőket innen a térről. Azonban a köztársasági
téri, köztársaság téri szocialista székházat nem csak a rendőrök biztosítják, hanem biztonsági őrök is vannak bent. Ők az utcára még nem jöttek ki, őket az ablakból láttam, hogy valamelyik biztonsági cégnek az alkalmazottjai bent vannak, és az ablakokból tekintik meg, hogy mi is itt a helyzet. Itt láthatják a Hír TV nézői, ahogy is a pajzsos rohamrendőrök felfejlődnek alakzatba, és szorítják ki, fölöttem pedig köveket, illetve palackokat dobálnak a demonstrálók. Most a rohamrendőrök, illetve a demonstrálók közé szorultunk operatőr kollégámmal, mögülünk dobálnak köveket, téglákat, illetve palackokat a demonstrálók, a rendőrök pedig továbbra is folyamatosan szorítják kifelé a demonstrálókat a köztársaság térről. A képeken most nem igazán látszik, de a... Egy operatőrt eltalált egy kő, össze is esett, mentőért kiabálnak. Parasztok! Ákos, a képeken most nem igazán látszik, de a rendbontók mögött mekkora a tömeg, és ők mit csinálnak? Igazából annyit forogtunk már itt, illetve egy kicsit el is vesztettem a tájékozódási érzékemet. Előttünk is rendőrök vannak, mögöttünk is vannak rendőrök, illetve demonstrálókat is látok mindenhol. És fölöttünk, mellettünk folyamatosan dobálnak. Nem tudom, hogy látják-e a Hír TV nézést. Igen, igen, nagyon jól látunk mindent. A képet látjátok. Az az érdekes, hogy egyre távolabb kerülnek a rendőrök is, és a demonstrálók is a köztársaság téri pártszékháztól, és a rendőrök visszadobálják azokat a köveket, amit dobálnak feléjük a tüntető fiatalok. Az minden esetre látszik a képeken, hogy a rendőrök... Roham kezdődik! Rohamoznak a rendőrök, és könnygáz is van náluk. Ákos, te ott voltál a helyszínen, mi válthatta ki ismét ezt az atrocitást? Ezt az atrocitást egyik pillanatról a másikra jelent meg ez a rengeteg rendőr, és egyik pillanatról a másikra adták ki nekik a parancsot, mi szerint a kiszorítást el kell végezni. Mint ahogy már mondtam, először hangos beszélővel felhívták az itt lévő tüntetők figyelmét, hogy azonnali hatállyal a törvényre hivatkozva hagyják el a köztársaság teret. Erre körülbelül egy-másfél percre kiadták a parancsot, hogy indulás, és akkor megindultak a pajzsos rohamrendőrök. Most megint kiállok egy pillanatra a képből. Jó, Ákos, egyelőre köszönjük szépen, átkapcsolunk egy másik helyszínre. A Magyar Rádió székháza előtt a rendőrök megkezdték a tömeg oszlatását, jelenti a helyszínről tudósítunk. Szervusz Tamás, milyen eszközöket vetettek be rendőrök, és hányan lehetnek a tiltakozók, és miért vonultak a Bródy Sándor utcába? Tudsz erről valamit? Szervusz Sándor, köszöntöm a nézőket. Körülbelül 50 emberről van szó. 50 ember közeled megállt a kordon előtt, a rendőrök feszültották őket a távozásra. Ők ennek nem tettek eleget, szétnyitották a kordont, majd elindultak a tömeg felé. Ők elkezdtek kifelé szaladni a körút irányába. Egy hölgy bent ragadt a rendőrök között, őt lehúzták. Ha jól tudom, akkor ez a helyes kifejezés, el is tűnt utána a hölgy. Most per pillanat éppen azzal próbálkoznak a tüntetők, hogy visszajöjjenek a Bródy utca Puskén sarkára. Megsérült egyébként azon a helyszínen valaki? Hát ezen a hölgyön kívül én tudom, hogy nem, de a hölgyről sem tudunk semmit, éppen a férje keresi. Borbély Tamás, egyelőre köszönjük. 21 ország budapesti nagykövetségének, a köztársasági elnöknek és az országgyűlés elnökének juttatják el a kossuth-téri tüntetők petíciójukat, nyilatkozta az MTI-nek Nagy László, a Dokumentum egyik szerzője. A tüntetők változatlanul lemondásra szólították fel a miniszterelnököt, az állampolgárokat pedig arra kérik, bénítsák meg a koalíciós kormányzat további működését. Előzőleg a rendszerváltozás éveiből már ismert nemzeti kerekasztal létrehozását kezdeményezték a tüntetők, akik a távirati irodabeslése szerint 10 000-en lehettek. A kerekasztalnak az elképzelés szerint csak olyan szervezet lehetne a tagja, amely elfogadja a nép felség elvét. Délelőtt a tüntetők egy csoportja bejelentette a rendőrségen a demonstrációt, miután olyan pletyka terjedt el, hogy a rendőrök a tegnapi ostrom után szét fogják verni a nem engedélyezett tiltakozást. Egyben megalakították a tüntetéseket szervező Magyar Nemzeti Bizottság 2006-ot.
A 13 tagú testület politikai képviselői között van a 64 vármegye ifjúsági mozgalom elnöke Torockai László és Molnár Tamás, a Jobbik alelnöke is. A világ jelentősebb hírtelevíziói, a Magyar Televízió tegnapi ostroma után saját stábot küldtek Budapestre. Kedves nézőink, egyelőre ezek voltak rendkívüli híreink, hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket, addig is viszontlátásra. Alapértékrendként tekintjük a Szent Koronát, vagyis ezt az öt alapelvet, amit elmondtam. Ez is nagyon egyszerű dolog, és mindenki átlátja. Tehát nem egy olyan jogászi, furmányos aggyal kitalált valamiféle manőver, hanem nagyon is természetes és emberi. De alkotmányozó nemzetgyűlése van szükség. Na most miért mondom, hogy ez nem olyan egyszerű? Ennek forsza van, mint a lepényövés. Hazudtál nekem! A következő! Én nem kérdeztem meg tőle, én 88 évet dolgoztam a férjemmel. Nem vagyok milliómos, milliárdos. Küszködök a pénzbeosztásommal. Ő milliárdos! Miből? Mondja el nekem! Mondja el nekem! Most én válaszolok! Jó. Egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Alapértékrendként tekintjük a Szent Koronát, vagyis ezt az öt alapelvet, amit elmondtam. Ez is nagyon egyszerű dolog, és mindenki átlátja. Tehát nem egy olyan jogászi, furmányos aggyal kitalált valamiféle manőver, hanem nagyon is természetes és emberi. De alkotmányozó nemzetgyűlésre van szükség. Na most miért mondom, hogy ez nem olyan egyszerű? Egynek forsza van, mint a lepényövés. Hazudtál nekem! A következő! Én nem kérdeztem meg tőle, én 88 évet dolgoztam a férjemmel, nem vagyok milliómos, milliárdos. Küszködött a pénzbeosztásommal. Ő milliárdos! Miből? Mondja el nekem! Most én válaszolok! Jó. Egy nagyon-nagyon fontos dolog. Itt vagyunk a villamoson.